Ősi időkre nyúlik vissza Noé története. Azé az emberé, akit megszólított az Isten, és azt parancsolta neki, hogy építsen egy bárkát. Mivel nagyon megsokasodott a gonoszság a földön, Isten úgy döntött, hogy özönvíz által pusztítja el az akkori emberiséget. Azonban Noé igaz ember volt Isten szemében. Így őt és családját az Úr meg akarta tartani. Ezért kellett Noénak megépíteni a bárkát, melyben 8 ember kapott helyet, valamint szárazföldi állatok. Mindegyikből egy pár, egy hím és egy nőstény. Vajon van-e valós alapja ennek a történetnek? Vagy csupán a legendák sorát szaporítja? Ezt igyekszünk kideríteni abban a dokumentumfilmben, amely a bárka méretarányos, kicsinyített másának megépítéséről és annak teszteléséről szól. Tartsanak velünk ebben az izgalmas kalandban! Szeretettel köszöntünk mindenkit, ennek a rövid dokumentumfilmnek az apropója, a Noé bárkája, illetve annak elkészített méretarányos modellje. Beszélgető társam, aki egyben a bárkának az elkészítője is, kérlek mutatkozzál be. Tisztettel köszöntök mindenkit, rendes békesség. Fodor György vagyok. 70 éves nyugdíjas gépész, hithű református, és engem gyakorlatilag a Bibliának egyes részei kiemelten érdekeltek, és ezek közé tartozott a Noé bárkája is. Mégis mi volt, ami arra ösztönzött, hogy elkészítsd a bárkának a bibliai leírások szerinti méretarányos kicsinyített mását? Hát, első gondolatra talán az, hogy ugye a mai kutatások rendkívül sok fosszíliát találnak tengerszint fölött 200 méternél. És ezek különböző, ráadásul még ma is élő halfajok, de a menekülés közbeni állapotba rögzültek a kövületbe. És ez indította el először is a fantáziámat, a bogarat, hogy hogyan lehetséges, hogy abban a magasságban ez a hal fölkerült, ráadásul menekülő állapotban, hiszen repülni nem tud. Ebből következik, hogy mégiscsak van alapja ennek az özönvíz történetnek, és mondom, hát megpróbálkozok vele. Nagyon-nagyon sokat utána olvastam, például azt tudom, hogy 52 féle vallás foglalkozik az özönvíz történetével, és bármi furcsán hangzik, 26 vallásban, főleg dél-amerikaiakban megjelenik a Noé neve, különböző Noah, Noé, tehát egy-egy betű eltérése, de említik ott is az özönvíz történetét és az emberiség újra kezdését. És akkor csináltam egy-két modellet, kisebbeket, nagyobbakat, akkor újfent a Bibliát elolvastam, próbáltam értelmezni, hogy mit is ír le, hogyan fogalmaz benne, mert az első bárka kísérletek nem sikerültek, holott olyan egyértelműen itt le van írva a Bibliában, idézhetem. Tessék! Csinálj bárkát Gófertrából. Készíts rekeszeket a bárkába. Na hát itt kezdődött az első, hogy ezt a szót én átugrottam, hogy készíts rekeszeket. És abban a pillanatban, hogy minás rekesz került a bárkába, ami nem volt annó a Titanicba, az én bárkám, annak rendje módja szerint, már is úszott a vízen. Tehát egyrészt ugye a paleontológiából, az ős léntanból, a fosszíliáknak a világa ösztönzött, ugye a megtalált úgynevezett élő fosszíliák, ugye a mai
változata is megvannak, ezeket nevezik élő fosszíliáknak, ami már kérdéseket felt fel a fejlődés elméletek kapcsolatosan. Ugye vízi élőlények mit keresnek olyan magas helyeken fosszilizálódott állapotban? Másrészt pedig az emberiség közös emlékezetében megőrzött leírások a Noé történetével kapcsolatosan, ami arra utal, hogy itt egy világméretű eseményről, nem egy helybéli eseményről volt szó, hanem egész földgolyót érintő eseményről volt szó. Jól értem, ugye ez, vagy ezek ösztönöztek arra, hogy megpróbált elkészíteni méretarányos kicsinített mását a bárkának, és ugye mondod, hogy különböző kutatásokat is végeztél, mielőtt elkezdted megépíteni. Mire jutottál a kutatásaid során? Hát az első mondatban azt mondja már, hogy a gépészetben csak fehér és fekete van, igen és nem, működik vagy nem működik. Tehát csak ez a három dolog jöhet szóba, ott a talán, meg lehet, meg akármi, az nem lehetséges, mert mindennek úgy kell lennie, hogy az garantáltan működőképes legyen. Márpedig a Bibliában leírtak alapján, ott rejlik minden egyes részlet, csak észre kell venni, hogy mire utal. Működőképes legyen, ugye a maga a bárka. Így van, igen. Hogy működőképes legyen. Én csináltam modelleket a normál hajózáshoz, csináltam modelleket a tutajhoz, bárkához, mert ugye ezek más és más jelentő vízi járművek vagy eszközök, mert ugye az késő koraókori időszakban még nem igazán beszélhetünk járműről, meg ilyen dolgokról, de mindent független, az úszó test marad, csak kérdés az, hogy hogyan. Igen. Mire jutottál a kutatásaid során? Arra jutottam, ami az egyik legfontosabb, hogy hajót lehet építeni, úgy is, hogy hajóformára csinálom, meg lehet laposfenekű bárkát építeni, és én egy pillanatra hátulról indultam el, mert azt mondtam, hogy ha a Jóisten majd figyelmeztette a Noét, felszólította, hogy építsen bárkát, hagyott rá bőven időt, leírta, elmondta, milyen méretekkel, milyen arányokkal, milyen alakkal, mert itt az alak is lényeges. Nem hajót kért. Most nézzük meg a nagyvilágba, kettő darab Noé bárkája van életnagyságú kivitelve. Az egyiket egy holland ember szabad idejébe építette, pénze volt, nem okozott problémát. Csak éppen az a baj, hogy hajó alakú és nem bárka, amit épített. Magyarul, ha belegondolunk abba, hogy egy 40 napos felhőszakadás egy olyan hajónál, ahol csak a egyharmad rész van fedél lefedve, mivel szivattyúk és egyéb eszközök nem léteztek abban a korban, akkor a víztű hogyan szabadult meg? Az úgy süllyedne el, mint annak a rendje egy ilyenben. A másik az Nevada államban, Las Vegasban van, azt kifejezetten a szárazföldön építették meg, élet nagyságúba, kaszinónak rendezték be, de ott azt a rendkívüli, szerintem buta témát figyelmen kívül hagyták, hogy a két háború között jöttek rá, hogy a krumpliorú hajó alkalmas a mélyvízi közlekedésre és a hullámverésre, meg a stabilitásra, és ennek a Noé bárkának krumpliorú hajó formát készítettek. Tehát magyarul ezek nem bárkák, hanem hajók. Igen. Tehát ez volt az egyik eredmény, ugye, amire jutottál a kutatásod során. Ha jól tudom, tervrajzokat is készítettél, több tervrajzolt is, némelyiket a személykosárnak, mint utóbb kiderült, aztán elkészült a végleges változat is, amiből aztán megvalósult a bárka is. Igen, nagyon-nagyon sok rajzolat készült, és nagyon-nagyon sok
hidrodinamikai számítást is elvégeztem, mert biztos akartam lenni abban, hogy egy ilyen bárka képes úszni a vízen, és az elébb, amire utaltam, hogy hajóforma helyett miért bárkát mondott a Jóisten, mert a Jóisten azt is tudta, hogy ha egy hajóformát épít, mikor elapad a víz, az felborul, mikor partra fog. Lásd, Concordia története pont 10 évvel ezelőtt történt, ez a hiper szuperluxus hajó, ez ezért borult föl, mert az alul elhelyezett tőkesúly megakadt, és abban a pillanatban az oldalára dőlt. Még a bárka, ha kifogy alul a víz, az abban a vízszintes állapotban, hogy kifogy alul a víz, az úgy talpon fog megérkezni. Márpedig most kérdem én azt, hogyha egy ilyen bárka, ami védetlen állatokkal, élőlényekkel tele van, mert az ember még megkapaszkodik, de egy állat az nem tud megkapaszkodni, amikor ilyen fél oldal dőlve puf, megérkedik. Ezért azok egymást törték volna, zúzták volna ott össze. Tehát nem véletlen ez, hogy én a hajóval kezdem összehasonlítani, és mindig kitérek erre, hogy a hajó és a bárka közti különbségnek igenis nagyon nagy jelentősége van. Majd utána még beszélünk úgyis az áramlástani dolgokról, hogy a bárka hogyan viselkedik a hullámverésben, és hogyan viselkedik egy hajó. Tehát azt mondod, hogy a tehetetlenségi erő, ugye, hogyha egy hajóról lenne szó, oldalra dőlve állt volna meg, hogy a tehetetlenségi erő egymásnak csapta volna, vagy túlmondta volna az állatok, mivel azok nem tudnak megkapaszkodni, hogy legyen védeni magukat. Igen. És így talpon érkezett meg, és ugyanúgy, ahogy bementek a bárkába, ugyanúgy szépen sorba ki is lehetett őket vezetni. Mert a bárka az talpon érkezett meg. Na most ez is még a kutatáson hozzátartozik, hogy Kelet-Törökországban a NASA műholdjáról vették észre, hogy a Noé bárkájának a maradványát találták meg. Ez pillanatnyilag az interneten 3 hónapja kering fönn, meg lehet nézni, mert megállapították, hogy mivel a készítésnél leírja, hogy szurokkal kenve, az pedig egy nagyon jóféle konzerváló anyag, hogy a borda maradványok, tehát az építménynek a vász szerkezetének darabjai igen jól kivehetők akkor a távolságból. Mert azt nehezen lehet megértetni, hogy Noé bárkája az a helye között, tehát a sing vagy könyök méretből indulva 133,5 méter hosszúnak felel meg a mai mértékegységre átszámítva. Ez a 133,5 méter, ez úgy képzeljük el, hogy a futballpálya kapui mögött lévő félkörök, a futópálya részbe férne bele. Tehát a félkörtől a félkörig a futballpályán át annyira nagyon nagy lenne ez a bárka, vagyis annyira nagyon nagy volt. Erről a bárkáról még annyit, hogy a vízi közlekedésben a hajóknak a súlyát, teherbírását az bruttó regiszter tonnában határozzák meg. Ez gyakorlatilag nem más jelent, mint a hajónak a vízkiszorított tömegét. Én számoltam a hajónak a vízkiszorított tömegéből, és arra jutottam, hogy 15 ezer bruttó regiszter tonna az üres bárkának a súlya, megközelítőleg. Na most, ha a belefeltoldott takarmányokat, embereket, állatokat, eszközöknek a súlyát még hozzáteszem, az maximum plusz még 2000 regiszter tonna, de majd amikor a modellt bemutatjuk, akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag alig merül a bárka, és ha ezt a súlyt hozzáteszem, nem lehet észrevenni fölül. Miért érdekes ez, hogy alig merül a bárka? Ez azért érdekes, mert a Bibliában
íródik, hogy a legmagasabb hegyet is 15 síknyire ellepte a víz. Na most, mivel ez a bárka ez nem egy önerejéből mozgó jármű volt, hanem sodróról. Ha átszámoljuk a sínget méterbe, az érthetőbb számunkra, az körülbelül 45 centi, átlagosan 45 centi. 45 centi, még egy méter se. Még egy méter se, fél méter se. Aha. De ez, mivel 16 féle sínget jegyzett föl a történelem, mert ezt is a kutatásoknál állapítottam meg, és a mai napig 4 féle síng, az szerepel is a mértékegység rendszerekben. De ez ugye a mindenkori uralkodónak a könyökétől az új végig mért hossza volt, ezért van ez a rengeteg össze-vissza síng, és ezért van az, hogy a bárka is az méretarányos kicsinyítéssel a méret megközelítőleg, tehát a megközelítőleg jelet is oda tettem, 133,5-szeres. Tehát a méret arányok azért megbízhatóak, hogyha van is egy kis eltérés, azért akkor a nagy méteres eltérések nyilván nem voltak a könyökök között, ugye a síng mérésnél, illetve a könyöktől az új hegy elejéig, de hát nagyjából megfelel ez a méret, amit figyelembe vettél a bárka elkészítésében. Igen. Igen. Tehát itt most az, hogy a valós bárka, mit tudom én, fél méterre hosszabb volt, vagy rövidebb, abszolút nincs jelentősége. Tehát a stabilitása, a úszó képessége az szempontjából nem oszt, nem szokott. Nem oszt, nem szokott, mert gyakorlatilag a meghatározott hosszat idézem, a bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Tehát mivel meghatározza a fő méreteket, most ez mindegy, hogy 30-szor ekkorát veszek, vagy 30-szor ekkorát, tehát ez méret arányaiban, mert akkor mindegyik egységre, a hosszát, a szélességet, a magasságára, az az egység vonatkozik. Tehát a sínget akár egységnek is nevezhetnénk, vagy akár a méter. Igen, látom, ki is preparáltad a Bibliából ezeket a technikai részleteket, ahol kifejezetten ezekről van szó, szóval ezek különös fontossággal bírtak ugye a bárka elkészítésénél. Igen. Ez nagyon lényeges, mert megjelöli, tehát ami a merülésre és a hullámzásra utal. Ablakot is csinálja bárkára, és egy könyökre azt, hogy felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyez. Készíts alsó, középső és felső emeletet. Tehát ha egy könyökre volt az ablak, az azt jelenti, hogy azt nem haladta meg a víznek azt. Mert nincs értelme ablaknak a víz alatt, ha ez nem tenger alatt járó volt. És önmagában az, hogy a legvadabb hullámverés is soha nem tudott az ablakokig fölvertődni. Tehát ugye ez, de majd a modellre is meg fogom tudni mutatni, hogy hát ugyan nevetséges az az egy síng a modell esetében, de próbáltam úgy elkészíteni, hogy az ablak az a felső szint alatt, még éppen a kis ujjamat beledugva érzem, hogy mégis van egy picike perem. Na, az az egység. Az az egység. Valóság. Igen, a méretek, igen, a lekicsinyített modellben. Megleptek-e a kutatási eredményeid, amire jutottál, ugye a sok utána nézésnek az eredménye? Meg. Igen. Milyen szempontból? Hát alapon gépész szempontból. És ezt úgy fogalmaznám, hogy tehát, mint mondtam, hogy fekete és fehér van, tehát nincs átmenet, hogy vagy jó, vagy nem jó. Megállapítottam, hogy és ez tényleg jó. És ez tényleg. Tehát, hogy működőképes. Nagyon is működőképes, és akkor készült a nagy ötletre az utolsó rajzolat, hogy úgy készítettem el a bárkát, mert azt mondtam, hogy egy hullámvetés is
ketté törhetné az úszójárművet, de a felderésbe az állat se tudna hónapokon át felderésbe állni, ennél fogva az első kamrát, amit itt utalná, rekeszt, alul helyeztem el. Magyarul légkamrás alulról ez a bár. Tehát a legalsó szintnél majd látni fogjuk, amikor szétszedjük a modellt, ugye egy kicsit ívelt az olyan, nem teljesen lapos, és ezt az ívet leegyenesítetted, ugye, hogy ott voltak az állatok és egyenes platformok, ugye, és ez a lefedett rész, ott van egy ilyen légeréteg, arra gondolsz? Igen, arra, és igen, ráadásul én a bárkának ott egy önmagában egy iszonyat nagy erősítést tudtam azzal adni, hogy középen egy vázgerendát helyeztem el benne, és a vízszintes és a ferde rész az gyakorlatilag mint egy híd szerkezet úgy viselkedik, és a hullámverésre ez a nagyon hosszú jármű, ha hossz irányba éri a hullámverés, akkor sem tud ketté törni. Tehát meg se kottyan neki, hogy jönnek a hullámok, jönnek, majd eljönnek, kész. És ő csak úszik. Nézzük akkor a részleteket. Itt látható a méret arány, amire elkészült a bárka. A megközelítő mértékegység az eredeti bibliai leíráshoz képest. Itt látható a bárkának a modellje. Ez a hosszanti része. Ez az egyik végződése. Itt pedig a másik hosszanti része látható a különböző vízjelekkel, amiknek majd jelentőségük lesz a tesztelés során. Ugye ezek a piros csíkok itt, amelyek láthatóak, ezek a vízjelek, a mutatják a hullámoknak majd a magasságát, illetve a túlsó oldalán hasonlóképpen néz ki ez a vége is, mint a túlsó vége, amit láttunk. Nézzük tehát akkor részletesen is, hogy mi minden van a bárkába, és hogyan néz ki a szétszedhető modell. Hát ez a modell annyiba tér el a valóságtól, hogy ezt ahhoz, hogy szemléletessé lehessen tenni, tehát három fő részre szétbontom, illetve külön a bejárati-kijárati ajtó. Mivel a Biblia úgy írja, az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Ennél fogva, ahhoz, hogy ezt lehessen érteni, itt van az ajtó, ami csak kívülről nyitható és zárható. Ugye ez a része eddig. Most leemelem a bárkának a felső szintjét, és ezen látszódik, hogy különböző szellőztető berendezések ilyen egyszerű megoldása. Igen, itt ezek a lukak ugye sorba középült. Igen, a kis lukák, illetve az ablakok. Ezek a kis kör alakú. Igen, még egy pillanatra visszateszem a felső részt, és amiről beszéltem, hogyha itt a kis ujjammal benyúlok, akkor érzem, hogy a
felső színpad az attól megvan az egy sing, azaz az egy könyök távolság. Most ismételten levenném ezt a felső részt, és itt talán a felső résznél még annyit megjegyeznék, hogy a végén, mind a két végén van egy nyílás elhelyezve, és ha ezt így ide teszem ebbe a magasságba, akkor lehet érteni, hogy a legfelső szint ez, a középső szint ez, és ugye feltételezhető, hogy a középső szintben éltek az emberek, és az állatoknak is és az embereknek is van mellékterméke, ürüléke, stb. Itt egy kis szeméremfalat csináltam, és ezen a furaton lehetett eltávolítani a bárkából. A meg akkor. Most ugye pillanatnyilag ezt lehet, hogy így nem lehet érteni, de ha a felső rész itt rajta van, akkor ezek itt zárt szobák. Tehát melyik itt a szeméremfal? Ez a igen, rövid. Az a rész, értem. Ez pont azért van, hogy bármely irányból itt meg lehetett közelíteni, igen, és a szemetet kidobni. Mert gondoljunk bele, hogyha a szemét ez a nagyon hosszú idő alatt itt maradt volna benn, akkor a bárka lakói két héten belül a kolera pest is eltakarította volna. Mindenféle fertőzés. Minden, így van, ennél fogva a bárkát tisztán kellett tartani, tehát a benn lévő 8 embernek igen-igen sok munkája adódott abból, hogy saját magát, illetve a gondozottjait, az állatokat tisztán tartsa. Tisztán tartsa, edesse, rendezze, tehát rengeteg feladat hárult rájuk. És ismételten mondom, tehát jól értjük meg, valójában ez a bárka, ez a focipályától is nagyon hosszabb. Tehát ez nagyon lényeges. Ennél fogva itt nagyon nagy távolságokat kellett megtenni annak, aki középen volt, ahhoz, hogyha egy vödör szemetet itt ki akarna dobni. Na de hát volt rá 8 ember, ugye, aki végez ezeket a feladatokat. Igen. Most ezzel a felső részén maximum még annyi, hogy tehát végig peremek vannak rajta elkészítve. Ez az erre a, gondolsz, ugye ez erre a peremre? Igen, erre a peremre. Igen. Ez a valóságban ugye olyan 2,5 méterre túlnyúlik a bárkán. Ennél fogva, tehát mind a négy irányba, ennél fogva ez úgy viselkedik, mint egy esernyő, tehát ez az iszonyat mennyiségű víz, ez nem a bárka belsejébe tört, hanem ez bármerre is dől, kifele vetődik a folyadék. Most ha a belső részét kiemelem, mert ezt is ki lehet, tehát mutatom. Igen, itt van ez. Most már kezd egy kicsit változni a dolog, mert ugye itt is látjuk, hogy a szintek között ilyen lejárók vannak, és hosszú lejárók, hogy mert ezt létrabos, többször, ugye? Igen. Picit erre fordítjuk így, akkor jobban igen, lehet így látni, hogy ott van a lejáró a létrával, igen. Igen, tehát mert valahol föl kellett közlekedni, és én a saját kútfejemmel úgy számoltam, hogy ugye a legnehezebb dolgokat alul helyezték el, a lakóteret középen, illetve az életteret, fölül a raktárokat. Tehát ezek a raktározási célt kellett, hogy szolgálják, mert a rengeteg élelmiszer, amit föl kellett halmozni, idézem, vigyél magaddal mindenféle eletelt, ami csak megehető, gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivaló neked is, meg azoknak is. Hát az azoknak itt egyértelműen az ő gondozottjairól, az állatokról van szó. Tehát ez így néz ki. Most ha ezt ismételtem, de visszarakom a helyére, és akkor az alsó szinten voltak a súlyosabb állatok, igen, feltételezhetően. Igen, most van így szépen a helyén, tehát ez itt végig a lakószint,
a bárka külsején ez a rakodó lámpa, ennek kettős cél feladata volt, hogy egy ha oldalú hullámverés, ez a rakodó lámpa, igen, hogy amikor iszonyat hullámverés van, akkor védi a bárkát és könnyíti a tovasiklást. Még ugyanakkor a bárkára, ha most belegondolok, hogy 2000 tonnányi élelmiszert minimum el kellett helyezni, akkor hely kellett ahhoz, hogy ezt a rettent mennyiségű takarmányt, élelmiszert be lehessen hordani. Tehát ezt egy közönséges fürdőszoba ajtón nem lehetett volna behordani, mert akkor a hangyák se tudnak olyan sebességgel dolgozni, mint amit látni kellett volna. Most ismételten kiveszem a... És megnézzük a... Az alsó szint következik. Igen. Mert ez itt most már majd kezd érdekesebbé lenni, hogy az alsó szintbe az állatoknak kényelmi hely van elkészítve. Tehát itt már látszik, hogy vízszintes a padozat. De ha én a bárkát kiveszem a... Alulról megnézzük, akkor már igencsak lehet látni, hogy íves. Itt tényleg van valami kettős fenék, és itt van egy bázgerinc elhelyezve benne, aminek olyan érdekes formája van, mert peremes ahhoz, hogy a fedélközi részeket tartsa, illetve alulról a feneket rögzítse, és kimerevíti az egészet, tehát hogy ennek, hogyha oda ütök akár mekkorát, ennek nem szabad se rezdülni, se hajolni, se törni. Tehát így nézne ez ki. Igen, itt jól látszik középütt, ugye ez a törésvonal. Igen. Itt. Igen. Ez a rész. Igen. És majd látni fogjuk, hogy a merülés az ennél a szintnél lesz a próbánál. Az első. Az első vonalnál lesz a normál állapotú merülés. A legvadabb hullámverés sem fogja egyébként ezt elérni. És az ablak még fölötte és van. Az ablak az gyakorlatilag az... egy egész emelettel fölötte van. Most a tartót is megpróbáltam ilyenre készíteni, mert a több biblia fordítást is megnéztem, és nem mindegyik teljesen így írja le a bárka készítést. Van olyan, amelyikben megjelölte azt, hogy a bárkát leásott cölöpökhöz kellett hozzáépíteni, és majd a víz elemeli. Hát én ezt a tőkéket gondoltam arra, hogy Cölöpöket helyettesíti, hogy én ebbe teszem bele a bárkát, és majd ha jön a víz, akkor kiemelkedik. Tehát ha felemeljük egy kicsit, akkor lehet látni, ugye, hogy itt vannak itt a két tartószlop, a két végén, igen. És akkor ezek helyettesítik a cölöpöket. Ezek helyettesítik, mert valójában a nagy felhőszakadás a hetedik napon a bárkát megemelte. Ahhoz, hogy leásott oszloppal, hogy lehessen építeni, kirögzíteni minden egyéb, valami támpont kellett, és úgy kezdődött maga a bárkának az építése. Tehát én ezt a részét így képzeltem el, igen. Vagy legalábbis így értelmeztem a Bibliából, és a bizonyíték az, hogy ez a bárka, ez tényleg tökéletesen alkalmas arra, hogy ússzon, és az emberi kéz által gerjesztett erőteljes hullámverésnek is ellenáll, és ugye ha belegondolunk abba, hogy ha én kézzel csinálok 1 cm-es hullámverést, akkor az a valóságban az odaver a 4 méternek. És ez kézzel én gond nélkül tudok csinálni ilyen hullámverést. Az esőről meg annyit, hogy a 40 napig tartó eső, itt a méretarányra akarnák csak beleutalni. Ez körülbelül úgy fest,
hogy egy permetezőből, egy háti permetezőből, ha vizet permeteznék a bárkára, akkor azok a pilinkó vízcsepek valójában akkorák lennének, mint hogyha egy pingponglabdát dobálnák hozzá. De azt is kibírja, mert ki lett próbálva. Teszteljük is akkor a bárkát. Jó. Itt vagyunk a próbatesztnek a helyszínén, és akkor tesztelni fogjuk a bárkának az álló képességét, és akkor hát is adom a szót, mi az, ami fontos tudni ezzel kapcsolatosan. Először is, ha megengedik, én hoztam magammal egy különleges kis deszkadarabot. Ezzel szeretném szemléltetni azt, hogy a hajó és a bárka közti jelentős különbséget. Tehát ha én megfogom ezt a deszkadarabot és ráteszem a vízre, ez ugye úszik. Ezt bármert lögdösöm, igen kis ellenállással, de ez mindig a felszínen úszik. Kicsi ellenállásra is már vándorolodik. Na most nézzük meg abban az esetben, ha én ezen elhelyezek egy tőkesúlyt. És mondjuk ezt a kis deszkadarabot, így oldalról nézve a sziluettjét, mondjuk egy hajó lenne. Ha most én ezt a vízre helyezem, ez ettől a perctől kezdve akármilyen hullámot gerjesztek, ez nem tud felborulni. A tőkesúly biztosítja, de mint említettem az első részeknél, hogy a Concordia baleset ebből következett be, és a Jóisten is már előre tudta ezt, nem véletlen, hogy a bárka formát mondta a Noénak, hogy azt készítsen, mert a bárkának a földet éréskor, tehát amikor a víz elfogy, nem szabad oldalra dőlnie. Márpedig a Concordia is, meg ez a kis modell is, ha a tőkesúlyt elveszem, abban a pillanatban ismételten ugye az oldalára dől, és ha a bárkánk az oldalára dőlt volna, benne halt volna meg az ember állat egyaránt. Most ezek után, ezek kis bevezető után én a bárkát a vízre tenném. Így minden estől, ahogy van. Jól lehet látni. Igen, el is veszük ezt az állványzatot innen, hogy jobban lássuk a bárkát. Itt láthatóak a vízvonalak, amiről beszéltünk. Nem tudom, mennyire lehet látni, igen, de a végéről főző. Jól látszódik, hogy nyugalmi szintben milyen minimális a merülése. Na most, ha én a kezemmel írtam, ez több mint egy centiméteres hullámot gerjesztek, szinte ellenállás nélkül ez a hatalmas bárka jobbra-balra sodródik. Mert ugye ez nem vízi jármű, mert se kormánya, se motorja nem volt, ezt a Jóisten a szelekkel. Igen, három víz jel látható rajta, két piros, és alatta a fehér. A fehérek. És lehet jól látni, hogy én ezt azt lapagyolhatom neki a vizet, ahogy akarom, nagy mennyiségű vizeket lökök oda, akkor se haladja meg, tehát ez mindig a víz tetején marad, és viszonylag vízszintesen. Tehát ennek ez igazándiból a lényege. Igen, és megnézhetjük esetleg azt is, hogy került-e víz a bárkával a teszt során? Természetesen. Ki fogom emelni, oda teszem a tartóra, jó? Igen. És szétemelem. Bocsánat, ezt a törlöm között egy pillanatra. Igen, leveszem. Tehát leveszem a felső részét.
Ugye ez az első szint itt. Kiveszem a fedélközi részeket, igen. És a bárka belseje totál száraz mindenütt, igen. Csak a lak csillog. Igen, tehát ez nem víz, igen. Hanem a laknak a... Ebben víz nem kerül bele, és tökéletesen zár minden irányba. Ez ténylegesen akár 365 napig is a vízben lehetne. Igen, valóban száraz, nem került bele egy csöpp vízre a bárkába a tesztelés során. Úgyhogy a puding próbája a levés, az most sikeres, és lehetett látni, hogy ez a bárka ténylegesen nagyon kis ellenállásra, mindig a víz felszínén maradva, sodródik simán tovább. Ezért jó az alacsony merülésű jármű, az más dolog, hogy a tengeri szállításban meg egyéb nem használható megoldás, mert a szelek és egyéb az alacsony merülésű járművet könnyen odébb sodorják. Tehát ott lóerővel kellene pótolni, de mivel ez egy olyan történelmi korba és olyan időben körülmények között történt, amit a mai korban nehéz megérteni. Nos, láttuk a bárka méretarányos kicsinyített mását és teszteltük. Mindenek arról árulkodnak, hogy Noé története nem legenda, hanem a történelem része, az emberiség történelmének, a mi történelmünknek a része. A sok egyéb más bizonyíték mellett ez is hozzájárul a Biblia, Isten szava hitelességéhez, szava hihetőségéhez. Még technikai részletek tekintetében is pontos az ige. Ezért lelki, erkölcsi tanításait, utasításait is komolyan vehetjük. Ahogy Noét és családját megmentette Isten az ítélettől, minket is megment Jézus Krisztus által. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha te még nem fogadtad el Istennek Jézusban felkínált kegyelmét, még nem fordultál hozzá imádságban, megvalva bűneidet és kérve bocsánatát, tedd meg még ma!